Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 23-áig, hétfő. Az itt látható felül a hold uralkodik a hétfői nap felett. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, mi történik ezen a napon. Itt látható a hajó, jelenti a reményt. Ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol szeretnél valamit javítani, akkor megvan arra a remény, hogy minden jóra fordul. A hajó jelenthet egy utazást, vagy külföldi kapcsolatokat is. Ehhez hozzátenném, hogy ez jelenthet internet kapcsolatokat is. Ami a szerelmi dolgokat illeti, akkor a hajó utalhat egy belső útra, egy lelki kapcsolatra kettőtök között. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, ami itt látható. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya, mi történik ezen a napon, mire kellene odafigyelned. Itt a lilium virág látható. A lilium jelent tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket. Azt is jelentheti, hogy tisztázódik kettőtök között valami. A Lenormand kártyánál a lilium virág az utalhat a szexuális témákra is. Még visszatérnék a hétfői napra, ami itt látható. Elfelejtettem megemlíteni ugyanis azt, hogy a hétfői napon Merkur bolygó és Vénusz bolygó együtt hat. Vénusz utalhat ránk, hölgyekre, és itt lesznek kapcsolatok, tárgyalások, szerződések, beszélgetések. Vénusz bolygó az jelentheti a szerelmi témákat is, és Merkur bolygó utal a kommunikációra. Beszéltek egymással, ami a szerelmet illeti. Tehát megnéztük a hétfői napot, a keddi napot, és most szerdánál tartunk, szerda felett Merkur bolygó uralkodik. Ó, itt vannak a halak. A halak jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással. A halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Vagy megvan az az érték nálad, hogy megkapd azt az élettől, amit szeretnél, hiszen te is értékes vagy, te is tudsz nyújtani másoknak valamit, például a szeretetedet, vagy a segítséget. A csütörtöki nap felett Jupiter bolygó uralkodik, és az itt látható. Ezen a napon a nap eléri a napi pontot, a nyári pontot. Ezen az estén tartok egy nagy szertartást, ami este 11 órakor indul. A téma az, hogy jóra forduljanak a dolgok, legyenek komoly változások, legyen egy új irány. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Megnézzük, hogy mi történik csütörtökön. Itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Lesz egy szerencsés fordulat.
Amit a csillagok még jelenthetnek, az a bizalom, hogy bíz abban, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a csillagokban meg van írva. A csillagok jelenthetik a spirituális területet is, lehet, hogy ez a hivatásod, és ebbe az irányba kellene tekinteni. Péntek. A pénteki nap felett Vénusz bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi történik a pénteki napon. Itt van a kasza. A kaszával el tudsz vágni, illetve le tudsz zárni bizonyos dolgokat, kapcsolatokat, vagy félelmeket, bizonytalanságokat. Amit a kasza még jelent, hogy ezen a napon történik valami olyan hirtelen, amikor nem számítasz rá, így lesz egy meglepetés. Szombat. A szombati nap felett Szaturnusz bolygó uralkodik. Ezen a napon teli hold van, megvilágít valamit. Ezen a napon ennél a teli holdnál kell egy új irány, és fontos, hogy lásd ezeket a dolgokat, hogy legyenek változások. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Ezen a napon is tartok egy szertartást, és lesz erről majd külön egy felvétel. Itt látható a hegy. Ez lehet egy szép hegyvidék, és például kirándulás a hegyekbe. De jelenti a korlátozásokat, amin át kell tenni magadat. Lehet, hogy egy életúton vagy, ahol vannak problémák, nehézségek, és a teli hold megvilágítja ezeket a nehézségeket, a problémákat, és azt ajánlja, figyelj oda ezekre, ez nem a te utad, változtass valamit, legyen egy új irány. Így meg tudod oldani a problémákat, lesz egy változás, egy új helyzet. Itt középen van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt látható a torony, ez is még arra utal, hogy itt vannak még nehézségek, amit meg kellene oldani. A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, és a napokban lesz onnan majd egy hír, vagy oda kellene menni bizonyos dolgokat még rendezni. Ez a torony jelentheti azt is, hogy lépésről lépésre meg tudsz nagyobbítani valamit. Vagy tudatában vagy a te saját nagyságoddal. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!